dupla zavaró tényezővel, handicappelve üdvözlök mindenkit ebben az új végigjátszásban, amiben egy kurva szarjátékot fogok végigjátszani. A Garfieldot. Két vendégszereplőmmel. Sziasztok, Laci 87 vagyok. Én pedig T-Marty 3000 vagyok, sziasztok. És akárki akármit mond, ez egy szar játék. Pont. És majd ki is fogom fejteni, hogy miért szól ez a játék, így részletesen. Ameddig Vajzor szenvedni fog ezeken a zseniális pályákon, ugye. Pusztad ezt a követ, hogy miért hűgoltok? Na, én már főcímképernyő. Hát már a zenétől rosszul vagyok egyébként, szóval. Hogy néz ki Garfield, hogy néz ki Ubul? Hova mész Ubul? Anyád, hova mennék? Hát, ez az, kimegy Ubul. Na, és hirtelen megint megjelenik a képernyő bal szerint, szóval ez a jelenet ismétlődik, szóval elnyomjuk. Hát most be van loopolva magyarul, igen, szóval. Na, egy pillanat, megálltam a játékot. Na, elmagyarázom a képernyőt. Tehát nincsen rendesen leírva az, hogy points. Az van leírva, hogy point. Tehát már itt furcsán kezdődik az egész. Oké, aztán ott van az a 400-os szám. Ott van megszabva az, hogy mennyi idő alatt kell teljesítened a pályát. Alatta a nap, hogy Monday. Angolul a napok rövidítve három betűje. Alatta a power az energiádat jelzés. Hát elég kevés energiával indítasz, hát úgy egy ötöd energiával, ami szerintem kicsit unfair. Aztán a time alatt azt írja ki, hogy mennyi időt használtál el eddig, és emellett látható négy embléma mutatja azt, hogy melyik fegyvert használod éppen. Én éppen a mancsomat. Na ennyi lenne a magyarázat, induljon is. Na hát akkor miközben Vajzor itt gyűri ezt a játékot. Alval ugrasz, B-vel fegyverezel, és ugrálva tudod előhozni a rejtett fegyvereket, meg a kulcsokat. Szóval eléggé hülyeség ez. Érted? Ugrálni kell, hogy megjelenjenek. És hihetetlen, hogy Garfield, tegyük föl, 80 centi magas, és 3 métert ugrik. Mi ez? Hát 3,5-szer nagyobbat ugrik körülbelül, mint a saját test magassága. Hát ez eléggé lehetetlen, mert egy átlagos macska körülbelül ugrik egy... Hát egy méter talán másfél többet. És azt magyarázza meg nekem valaki, hogy mi van a házban, hogy tele van gilisztával, bolhával, egerekkel, madárral, baseball labdával, békával. Közben fölvettem a sértetlenség lazanyját, jaj de jó. Mert ugye ahogy olvasgattam a bemutatónál, sokan azzal jöttek, hogy felszívül a panelban nincsen. A panelban tényleg nincsen, de ha mondjuk egy családi ház tele van békákkal, kukacokkal, baseball labdákkal és mindenféle szeméttel, akkor nem valami ők a higiénis körülmények, és hát, szóval nem akarom részletezni, de az elég igénytelen egy ház lenne. Panelban csótány van. Pont. Júristen, eltvált a bolha. És... Nem magyarázod el ezt a sérülési rendszert, hogy hogyan működik? Jó, elmagyarázom. Láthatjátok itt a madarat. És meg is ölt engem. Megmutatom még egyszer. Mint ahogy láthatjátok, nincsen sérülési idő ebben a játékban. Folyamatosan hátra és hátra fog lökni a madár. És nincsen az, hogy villogsz és tovább tudsz menni egy kicsit sérthetetlenül, amíg el nem múlik, és akkor abban marad a villogás. Nem. Ebben a játékban ilyen nincsen. Ez a játék ezt az egész szabályrendszert, amit úgymond kialakítottak a Mega Man-be például, leszarja maga a sívről, és tegyük föl, kicsit elbambulsz, és akarsz tovább menni jobbra, mert tegyük föl, éjszaka játszol, vagy meló után jössz haza, és akarsz játszani valamire, nem veszed észre, és meg fogsz dögleni. És tegyük föl, egy igazi Nintendo játszol ezzel, szívás, kezdheted előről a pályát. Tehát nekem nem magyarázza be valaki, hogy ez egy jó játék, és itt még a madarakat könnyen le lehet győzni. Később nehezebb lesz. Azt mondtad, hogy hogyha meghalsz, akkor game over van egyből. Érdekes, amikor én az annó fölvettem 2008-ba, akkor még ez első pályára visszabaszott. Most meg nem tudom miért. Tehát... Lehet, hogy az emulátor végre kiküszöbölte ezt, nem, tényleg esküszöm, nem tudom, és megint a béka játszotta ezt, hátralökött, és megölt egy egér, kurva jó. Hozzáteszem emberek, ez az de első mennyire pálya. Mennyire epik, hogy a macskát kinyírja egy egér. Ez az első pálya, emberek, hozzáteszem, az első pálya.
oké, okay, van nehézségi görbe, de könyörgöm. Itt ebben a játékban ez úgy merül ki, hogy sokkal több kell az ellenfelekben, és te sokkal jobban sérülsz. Ez pofátlan. Hát meg ugye gondoljatok bele, hogy korabeli játékok, az 1988-as játék ugye, és a 87-ben kért például a Super Mario Bros. 3. 89-es. 89-es, ő 88-ban akkor a 2 jött, ugye? Mega Man 2 jött, igen. A Mega Man 2, igen, mondjuk esetleg a Capcom csinálja ezt, tehát ők mondjuk amerikaiakat meg japán játék, de mondjuk ők csinálták volna ezt a koncepciót szerintem akkor. Capcom az hol amerikai? Na és itt van John, aki csak a pályák között jelenik. Megállunk. Na, pályák között mindig megjelenik John, és mindig kérdez valami hülyeséget, vagy mond valami hülyeséget. Itt például azt mondja, hogy mi történt. Tehát John ebben a játékban haszna lehetetlen, és olyan baromságokat fog menni, és olyan hülyeségeket, ami engem fölidegesít. És adatot, hozza a formáját a képregényből. Igen, ő legalább valahogy hasonlít is valahogy a képregénybeli formájára. És adatta kérni, hogy to next stage. Szerintem az totálisan felesleges, hogy ki van írva. De mindegy, menjünk tovább. Na majd tudjuk a második pályán, úristen gyerekek! Na, ez már egész ügyes. Kösz. Hát ahhoz képest, hogy milyen nehéz játék ez. Na akkor fejtsed ki, hogy miért nem jó az a játék, hát, is van időt. Megszokott a gondol, mert a Mega Man 2 az 88, és a Capcom az nem amerikai, hanem akkor... Japán. Igen, tehát akkor szintén japán cég csinálta ezt a Tovacsiki Corporation. Mondjuk az a cég csinálja, tehát a Capcom mondjuk ezt a koncepciót, akkor ennél sokkal jobb grafikájú és sokkal több irányítású játékot ugye hoznak össze, mint ez a, hát most mit mondjak rá, más nem lehet rá egyszerre mondani. A sérülési rendszer egy azt kifejtettem. Kifejtetted, majd hogy az ellenfelek azok, hát majd látni fogjátok, hogy csak át vannak színezve, meg így egy darab szellemfél lesz, meg egy kurva nehéz boss fight, ami ráadásul késeket is próbál gyerekeknek készült játékban. Több lesz. Három legalább. Ó, az még... Ne kezdjétek már meg ezt a négy, két formot. Egyébként, hogyha neked megy az a pillanat. Lúfot, két formot energiádot leveszi, nem? Na itt van egy trükk, hogyha nagyon tényleg minimális a kicsi energiád van, és fölveszed a halcsont vázat, akkor föltöltődik az energiád. Amúgy kinyír. Lol. Az szép. Nem kinyír, hanem levesz egy kis energiát. Tehát ez és lát, megállítom. Az előbb láthattátok néhány pillanatig, hogy a béka odaállt a vízbe. Megmutatom, én nem tudok odaállni, mert meghalok. Kész. Tehát ilyen fos játékot még életemben nem láttam Garfield színvonalat megütni. Hát ez a PlayStation 2-es Garfieldhoz képest sehol nincsen egy egyébként, szóval... És igen, most direkt turbo mód rúgdosom a levegőbe, mert esküszöm, anélkül szinte nehéz, lehetetlen ezt a játékot megcsinálni. És megint ott van egy buzimadár. Én már csak buzimadárnak fogom ezeket hívni, ezeket a kurva madarakat. Buzimadár, pont. Jaj, az egyébként... Jaj. Na de egyébként én is fölvettem egy glitchet, majd a végigjátszás után ezt látni fogjátok egyébként. John első hülye kérdése. Megtalálta a dubult?